Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hosszabbítás után győzték le a listavezető Pécset a Kékcápák. A hétvégén röplabda diák olimpiai országos döntőt rendeznek Nyíregyházán. Bronzérmet szerzett Tarjány István a Cardiffi világkupa versenyen. Ellenfél hiányában elmaradt a nyíregyházi kosársoli legutóbbi mérkőzése. 7 csapat részvételével rendezték meg a második Kósa János emléktornát. Hosszabbítás után győzte le a listavezetőt a Hübner Nyíregyháza Bursász. A Kékcápák a PVSK-t fogadták, és 84-84-re végződő rendes játékidő után a ráadásban 102-92-re verték ellenfelüket. A mindössze egy vereséggel érkező Pécs ellen jól kezdte a mérkőzést a Nyíregyháza, az első negyed végén 11 ponttal vezettek a cápák. A folytatásban kiegyenlítettebb lett a játék, a nagyszünetre 48-38-as állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után kapaszkodni kezdtek a vendégek, sőt a vezetést is átvették, így a negyedik negyednek 5 pontos hátránnyal vágott neki a házigazda. Visszavette a vezetést a Nyíregyháza, azonban a hajrában egyenlített a PVSK, így következett a hosszabbítás. A ráadás 5 percének második felében a higgadtabb hazaiak maguk javára billentették a mérleg nyelvét, így Merin Mehmedovics együttese sorozatban negyedik győzelmét könyvelhette el. Mikor álltunk a két győzelemnál, és a két ünnep elkezdünk dolgozni, azt mondja, én többet ez nem akarok. Január, február 1-ig senki ne kérdez, semmi, csak munka, napi, órá. És elfogadták, csináltunk, jó fizikai állapotba jöttünk, összehoztunk a posztokat, ahogy kell, és kaptunk az Ervin, aki egy olyan elkezdett vezér lenni. Most nem vagyunk olyan csapat, hogy fejtelen, és Ivánnak csak kell vezérelni. Ervinnel párosból ez most másképp nézi. Taktikának kívül nagyon jó harcolunk, nagyon akarunk a győzelmet. Salgótarján ugyanaz volt, nehéz, minden meccs lesz nehéz, de ahogy akarátunk jobban jelenfélnál, akkor bárkit tudunk megvenni. Az a lényeg is, hogy Nyíregyházának van a hagyománya, mi nem tudunk ott lent lenni, mi kosárlabda város vagyunk, és ezzel nem szabad kockázni. Nekünk kell ledolgozni ezt, hogy lesz, biztos ez, hogy ne legyünk ezt az alsó rangú csoport, menjünk fölfelé, meglátjuk, hol fogunk megállni, de mondtam, eddig ezt a periódus nagyon jól sikerült, ahogy terveztünk. Nagyon jól kezdett a csapat, a szünetben 10 ponttal vezettek a cápák, aztán nagyon bekezdett a Pécs, meg is fordította az állást. Minek köszönhető, hogy vissza tudtunk jönni a fejnek, a szívnek, a lábnak, vagy mind a háromnak? Taktikailag voltunk felkészülve rájunk. Én nagyon jól tudom, hogy ezek a meccsek, amit mi játszunk Budapok ide, de egy ilyen meccs hozzá felugrás tabelánál. Ebből minden három csapatból, aki fönt van, Vásás, Mauci, nem mondom puhább, de a legkultúrabb kosarada játszik a Pécs. És ez nem elég agresszív. Mi ezt kihasználtunk, agresszíven egész pályán játszottunk, változása, agresszív zónálom, és tudunk nagyon jó, hogy ezt a mi támadó játék nem tudja védeni egy magas centerrel, amilyen Horti. És akkor ott volt a lyukok, amit mi kihasználtunk. Egy valamit nem szabad ilyenkor hátradőlni, viszont most már valószínűleg egyik csapat sem úgy lép pályára Nyíregyháza ellen, mint mondjuk ősszel. Ez tudti, miket többet nem érdekli ki az ellenfél. Mi hétről-hétről menjünk, és próbáljuk minden meccs menjen. Nincs kalkuláció, ahhoz nem szabad összedúlni, a holnap vagyunk kondívból, penteken edzünk, egy tura, és akkor szerencsés szombat vasárnap adunk neki, és akkor utána újra nagy gázzal. Periódus február-március is nagyon rövid, két hónap gyorsan megy, odáig még nyerni kell a sok meccs, hogy ott állunk, ahol akkor. 17.9 szepatton a részedről egy hosszabbítás utáni győzelme a listavezető ellen, azt hiszem ez az a meccs, ami után maximálisan elégedett lehet. Hogy élted meg bent a pályán? Fú, hát nagyon élveztem végig az egész meccset. Jó kezdtünk, nagyon jól játszottunk az első fél időben, aztán tudtuk, hogy a Pécs harmadik negyedet az minden mérkőzésen nagyon komolyan nekiugrik az ellenfelének. Itt minket is ezzel megleptek, így csináltak azt hiszem, hogy mínusz 15-ös futást. Utána nem tudom honnan, tényleg valahonnan összekapartuk magunkat, minden erőnket és fejöttünk.
szerintem rengeteg egyéni teljesítmény volt ma, bárkit ki tudnék emelni, mert egy csapatként harcoltunk és küzdöttünk, és abszolút ennek tudom ezt beszmeztem a mait. Látszik, hogy a csapatformája is javul, szerintem a te formád is javul, egyet értesz? Így van. Hát nagyon nehezen kezdtük az évet, nyilván mások voltak a számítások, de azért a munkának egy idő után ki kell jönni, és úgy gondolom, hogy ez már egy ilyen december óta szerintem látszik, mert most az utóbbi, azt hiszem, 5 meccsünkből 4-et nyertünk meg, listavezetőt sikerült megvernünk itthon, úgyhogy ez abszolút mindenkinek köszönhető, a stábnak, mindenkinek, úgyhogy szerintem összekezd állni az a munka, amit évelei óta csinálunk. Nagyon mérő, gyakorlatilag az utolsó helyről vágtunk neki ennek az évnek, van még hát az alapszakaszból is. Mivel lennél elég ez az alapszakasz végén, ahonnan azért mindig tudjuk, egy új bajnokság kezdődik. Így van. Hát egy kicsit érdekessé tettük, nem hátradőlőssé ezt a szezont. Saját dolgunkat nehezítettük meg. Nyilván könnyebb lett volna, az lett az első célunk, hogy a 8-ba jutás, és ott is azért előkelő helyen szerettünk volna, ez volt a nekifutás. Most már a 8-at céloztuk meg, hogy azt mindenképpen bekerüljünk a 8-ba, de úgy gondolom, hogy a csapatnak a munkája és a kialakított képe az kívülről látszik, hogy ez már bőven jobb eredmény is lehet, úgyhogy a rájátszásban már bármi lehet igazából. 3 napon keresztül pattog majd a röplabda a BEM iskola csarnokában és a Continental arénában. Péntektől vasárnapig ugyanis ezen a két helyszínen rendezik meg az 5.-6. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntőjét. Nagyon örülök annak, hogy több év után újra országos döntőt tud rendezni a Vármegye. A Magyar Diáksport Szövetségnek a pályázati felhívására jelentkeztünk még tavalyi évben, így nyertük el a döntő megrendezésének a lehetőségét, az előkészítés akkor elkezdődött, az MDS-nek az országos és a debreceni szervezet elnézést, illetve a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tankerület nagy segítségünkre volt, illetve maga a két lebonyolítási helyszín, hiszen a Nyíregyházi Continental arénában és a BEM József Általános Iskolában kerül megrendezésre a verseny. Az előkészületek hál' Istennek zökenőmentesen haladtak, így el tudom mondani, hogy a játékosoknak, csapatoknak, csapatvezetőknek mind a szállása, mind az étkeztetése biztosított. A lányoknál a Vasvári, a fiúknál a Széchenyi képviseli a Vármegyét, van-e valamilyen elvárás a csapatokkal szemben? Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen az alapelvárás az, hogy érezzék jól magukat, küzdjenek, sportoljanak, és érjenek el a lehetőségekhez képest minél jobb eredményt. Én úgy gondolom, hogy talán a Vasvárinak a lánycsapata, aki korábbi eredmények alapján várható, hogy most is jól fog szerepelni, de nagyon bízunk a fiúkban is, és nagyon fogunk szurkolni nekik. Mikor kezdődnek a mérkőzések és mikor lesznek a döntők? A lebonyolítási rend szerint pénteken a csapatok érkezését követően rögtön megkezdődnek a játékok. Pénteki napon körülbelül egy olyan 7:30-8-ig tartanak a mérkőzések. Szombat-vasárnap van lehetőség korábbi kezdésre, akkor reggeltől egy olyan kora délutánig tartanak majd a találkozók. Az eredmény hirdetésre olyan 3:30-kor vasárnap kerül sor a Continental arénában. Több városból, több megyéből érkeznek vendégek, lesz a lehetőségük a vezetőknek és a gyerekeknek arra, hogy egy picit szétnézzenek Nyíregyházán. Igen, törekedtünk arra, hogy ha már itt vannak, ne csak a sportról szóljon, hanem a város megismeréséről is ez a rövid idő. Igyekszünk nekik olyan lehetőséget biztosítani, hogy ezt meg tudják tenni. A fiúknál a Széchenyi képviseli a Vármegyét a döntőben, egyáltalán milyen múltra tekint vissza a sportág az intézményben? Nem nagy múlt van az intézményben a röplabdának, amatőr szinten működött. És mióta én 5 éve oda kerültem, akkor kezdtem el szervezni a röplabda csapatot. Az amatőr szint is megmaradt, és megmaradt, vagy alakult egy A-kategóriás csapat is, akik az MRS szervezésében egy 20-as másodosztályú bajnokságban vesznek részt. A vármegyei bajnokok képviselik Szabolcs-Szatmár-Berekből a Vármegyét a döntőben. Milyen úton jutottatok el a részvételig? Nem volt túl nehéz bejutni, ugyanis talán a legegységesebb csapat mi voltunk, elég egyértelműen alakult a megyei döntő, ugye csak megyei döntőt kellett nyerni ahhoz, hogy országos döntőn szerepeljünk, ezért viszonylag könnyű volt az út. Az ellenfelek ismeretében most már megvannak a csoport ellenfelek, mi az elvárás a csapattal szemben? Ahogy nézegettem a csoportot, azt nem mondom, hogy gyenge a csoportunk, de kaphatunk volna erősebbet is, hát azért a nagymúltú egyesületek az utánpótlás csapatait elkerültük, itt például a Kapusvárra gondolnék. A csoportban az lesz a célunk, hogy minél masszívabb játékot tudjunk nyújtani, és az erős ellenfeleinket is meg tudjuk szorongatni. Nyilván itt abban gondolkodom, hogy szetteket, pontokat kellene rabolni az ellenfelektől, és ha tudunk, akkor egy-egy bravó győzelmet is. Számíthatok-e szurkolókra, gondolok itt szülőkre, pedagógusokra, osztálytársakra, diáktársakra? Biztosan kíváncsiak lesznek
a csapatnak a teljesítményére, és igen, szervezünk pénteki napra már, hogy az iskolából is el tudjanak jönni a diákok, ezért szurkolócsapatot szerveztünk. Talán azt lehet mondani, hogy a Vasváritól elvárás is volt, hogy itt legyen egy Szabolcs-Szatmár-Veregvár megyei országú diákolimpiai döntőben, de mégis milyen úton jutottatok el eddig? Hát amióta én a Vasvári Pál gimnáziumban dolgozom, minden évben országos döntősök voltunk. 7 évvel ezelőtt Nyíregyházán, amikor megrendezték, akkor megnyertünk, és azóta is mindig vagy érmesek vagyunk, vagy a négyben mindig benne voltunk. Most milyen a csapat, milyen reményekkel vágtok majd neki a tornának? Hát az, hogy Nyíregyházán van, én nagyon bízom benne, hogy ez egy plusz motivációt ad a csapatnak, hiszen itt lesz majd az iskola, a tanulói szurkolnak, a szülők, a klubvezetés, a barátok, és ez nekünk egy pluszt kell, hogy jelentsen. Jók a csapatok, nehéz a csoport, de a másik sem könnyű, hiszen a nagy kluboknak az utánpótlásai, akár a Vasas, a Békés Csaba, persze a Nyíregyháza. Mi mindent meg fogunk tenni a négybe kerülésére, és ott majd még jobban küzdünk, hogy hát ha összejön egy érem. Bronzérmet szerzett a karcakákban a Cardiffi világkupa versenyen Tarjány István. Pákei Béla tanítványa legközelebb a párizsi Európa-bajnokságon gyarapíthatja a ranglista pontjai számát. Az utazás az jó volt, tehát nem volt messze, és ennek nagyon örülök, és ez nagyon jó, mert az én helyzetemben már a hosszú utazás nagyon meg tud törni, de ez közel volt, Cardiff, tehát 2,5 órás repülőút volt, ott egy kis buszozás volt még Londonból Cardiffba, úgyhogy az minden rendben volt. Utána a verseny pedig nagyon jól ment, nagyon jól éreztem magam, és kiemelt voltam az első körben, ott tudtam pihenni, és tudtam figyelni az ellenfeleket, kivel következem. Az ukrán ellenfelemet megvertem, ott 10-re, kicsit szoros volt, kellemetlen volt az ellenfél, de tudtam, hogy az meg lesz. Utána a kínai ellenfél következett a 4-ért, és ott élveztem az egészet, minden másodpercet, és nagyon jól vívtam, nagyon jól éreztem azt, hogy milyen akciókat kell csinálnom, minden bejött, úgyhogy élveztem az egészet. Utána a döntőért pedig egy olasz versenyző következett, akit előtte én megvertem, most ő vert meg, de hát ilyen a vívás, úgyhogy ez egyik, hogy az egyszer a másik, ez benne van, nem szomorkodom emiatt. Amikor jönnek sorra egymás után a meccsek, miben fáradsz el jobban, mentálisan vagy fizikálisan? Van, amikor mentálisan elfáraszt, mert hogy sokszor sokat kell várni egy-két alszó között. Tehát most például szerintem egy ilyen másfél óra pihenő volt, és lehet, hogy ez volt a probléma. Kicsit leengedtem, amennyire fel voltam spanolva a kínai ellen. Most inkább egy kicsit úgy leengedtem másfél óra alatt, és lehet, hogy ez volt a probléma, de nem akarom erre fogni. Majd legközelebb jobban figyelek erre. Következő verseny, a márciusi párizsi Európa-bajnokság, ugye nem lesznek kínaiak, nem leszek tengeren túli versenyzők. Milyen céllal utazol, ugye legutóbb ezüstérmet szereztél az EB-n? Igen, ezüstérmet szereztem, és a két EB közül csak az egyik fog beszámítani kvalifikációba. Megdönteni az arannyal tudom, azért megyek persze, de hogyha sikerül a többi ellenfelet meggátolnom abban, hogy több bottot szerezzen, és ezzel is bebiztosítom helyemet a ranglistán, ennek is örülni fogok. Gondolom már azért, ha még nem 100%-os is a helyed, de már azért a párizsi szemüvegen keresztül készült. Hogy néz ki a következő hónapok felkészülése? Most egy kisebb pihenő következik, és próbálok regenerálódni, és felkészülni majd az edzésekre és a párizsi EB-re. Az márciusban lesz, most kell is egy kis pihenő, mert azért sűrű volt az utóbbi pár hónap, és most erre koncentrálok. Ezúttal csak Cardiffi kellett utazni egy világkupa versenyre. A legutóbbi bronz után most milyen célokkal, tervekkel indultatok el ezen a viadalon? Éremszerzés volt a cél, és a párizsi kvóta bebiztosítása, és ez sikerült. Milyen volt a mezőny, hogyan sikerült eljutni a Istvánnak a bronzéremig? Tudja, a mezőny ott mindig mindenki ott van, mert mindenki szeretne kijutni az olimpiára. Pisti a 16-ba kezdett kiemeltként, mert ugye a világranglistán elfoglalt helye szerint neki a csoportkörben nem kellett részt vennie. Először a Dacko nevezető ukrán ellenfelet verte meg, nagyon magabiztosan 15-10-re, aztán egy nehéz kínai ellenfél volt, ott 15-12-re tudott győzni, úgyhogy 10-12 hátrányból tudott fordítani, és így bekerült ugye az elődöntőbe, itt már az érem biztos volt, és a döntőbe jutásért pedig az olasz Paulucci-tól kapott ki. Hát ott volt egy kis szünet az elődöntő előtt, és azt gondolom, hogy mentálisan most nem tudott abba az állapotba visszakerülni, amit addig tudott vívni aznap. De hát ez ebben a sportban benne van.
ugye a két legutóbbi világkupa versenyen két bronzérem volt a termés, volt-e különbség a két vívás között? Nem volt, tehát maximumot tudta hozni, a bizonyos ellenfelek ellen tudta kezelni a helyzetet, megfelelő volt a taktika, megfelelő volt a technika, tehát működött a rendszer nála, abszolút. Legutóbb feltűnt egy kínai versenyző, aki nyert, és most is ő végzett az élen Cardiffban. Ennyire dominálja a mezőnyt? Nagyon. Tehát ő egy új kínai, óriási adottságokkal, nagyon nagy tehetséggel megáltva. Ugye Kínában ugye más a merítés, mint nálunk, tehát van miből válogatni inkább. Bíztunk benne, hogy egy döntőt fog vele vívni most, de ez most nem sikerült, majd legközelebb. Lesz még egy Európa-bajnokság és egy São Paulo-i világkupa verseny. Milyen eredmény kell ezeken elérni ahhoz Istvánnak, már indul mind a kettő, hogy biztos legyen a párizsi szereplés? Én azt gondolom, hogy el kell induljon, és ha elindul, akkor nem lehet gond, mert stabil helye van a világranglistán, tehát kijutó helyen van. Azért kell ezeken inkább elindulni, hogy akik mögötte vannak, azokat megverje ahhoz, hogy nehogy véletlenül előrébb tudjanak kerülni. Ellenfél hiányában elmaradt a nyíregyházi kosársuli legutóbbi vasárnapra tervezett meccse. Az NKS idén egy mérkőzés játszott, azon 86-50-re verte a Debrecent. És igazából féltünk a Debrecentől ilyen szempontból, hogy ott azért nagyon agresszív, nagyon, nagyon kemény mérkőzés játszottunk. Kíváncsiak voltunk, hogy itt hazai pályán ezt mennyire sikerül majd megoldanunk, de eleve már más játékvezetés is jött, tehát eleve nem volt az igazi nagy brutál verekedés, mint amihez hozzá lehet szokni. Meg van olyan szinten, mint hogyha a Debrecen is, tehát nem azt mondom, hogy lazábban vette, de nem azzal az elánnal küzdött, mint amit Debrecenben tett meg. Nekünk szerencsénk volt alapvetően, mert a játékosaink azért jó százalékban dobtak, a palánk alatt az egyértelműen, amilyen volt, tehát a palánk alatti játékunkkal nem tudott a Debrecen mit kezdeni, és voltak kinti jó dobásaink is. Egész pályás letámadás, azt megpróbálták, de igazából az átjátszottuk, tehát abban nem is sokáig, utána egy statikus 2-3-as zónával próbálkozott az ellenfél, de mondom, hogy a palánk alatti játékunk az jól működött, ezért igazából az se volt kétséges, hogy ez a mérkőzés. Mert ez az első negyedben olyan különbség alakult ki, hogy itt hál' Istennek mindenki tudtunk játszatni, mindenki kipróbálta. Volt olyan játékosok, akit újonnan avattunk, ugye a juniorok közül, mert muszáj volt. Ő is élvezte, tehát én gondolom, hogy ez egy ilyen néző, szórakoztató jó mérkőzés volt. Következett volna vasárnap a BKG 2 elleni mérkőzés, azért 2024-ben ritkán fordul elő olyan, hogy az egyik csapat és a játékvezetők ott vannak a pályán, az ellenfél pedig nem érkezik meg. Vannak eszközök, amin most már el lehet élni bárhonnan, bárkit, mi történt? Csütörtökön ugyan jelezte a BKG, hogy ő szeretné ezt a mérkőzést innen eltenni, de az idő rövidsége miatt itt azért végig kell gondolni, hogy mi is a megoldás, ugye arról terem problémák vannak, a játékosaink azért egyetemre járnak, nem mindenki nyíregyházi, tehát hogy eleve utazni is kell, és így mondtuk, hogy hát oké, keressük a megoldást, de próbáljunk meg valami olyan időpontot, ami mindenkinek jó. Ezek után ugye nem történt semmi, majd péntek este éppen júnior mérkőzésünk volt, amikor megcsörrent a telefon, de hát mi a mérkőzés volt, ezért így nem tudtuk fölvenni, szombat reggel próbáltunk újra kapcsolatot teremteni a BKG-val, nem tudtuk elérni őket, majd szombat 11 órakor ugye jöttek azzal, hogy na, akkor játszunk mérkőzést, majd ekkor meg ekkor, és ezek olyan időpontok voltak, amit nem tudunk elfogadni, tehát mi egy amatőr csapat lévén nem tudunk péntek-vasárnap NB1-es mérkőzés játszani, nagyon örülnék neki, annyi játékosunk lenni, és olyan erőben lennék, hogy nekünk ez nem okoz problémát, de sajnos ez nem lehet megoldani. Tehát ez egy profi klubnak is kihívás, nem hogy nekünk. A másik mérkőzés időpont ugye az megint annyira necces, amit azt mondom, hogy nehéz megoldani azt, hogy márciusban egy hosszú hétvégén egy csapatot egyben tartani, amikor ugye mindenki arra számított, hogy ott mehet bármerre, ugye lefoglaltak már sérüléseket, mennek össze-vissza a játékosok, és így mondtam, hogy oké, nincs ezzel gond, kereshetünk másik időpontot, tehát tényleg kompromisszum készek vagyunk, csak ne állítsanak bennünket egy kész tények elé, mert nekünk is vannak játékosaik, annak is családjaik. Ezek után ugye mi úgy készültünk, hogy nem kaptunk semmi választ, utána mi készültünk, itt volt mindenki, beutaztak a Miskolci, a tiszaivárosi játékosok, itt voltak a nézők, a játékvezetők, mindenki itt volt,
4 óra, még mindig sehol senki. Ezek után felhívták a játékvezetők a versenyirodát, megkérdezni, hogy ugyan már mi történt. A versenyiroda semmit nem tudott. Ezek után próbálkoztunk, hogy most meddig maradjunk, hogy várjunk-e még. Fölhívtuk ugye a vendégcsapatnak a képviselőjét, aki közölte, hogy ők el sem indultak erre a mérkőzésre, mert neki ez az időpont nem megfelelő. Most én ezt maximálisan megértem, mert én értem, hogy egy NBA gyárs klubnak a rendbélyes mérkőzése a legfontosabb, mert világos. Nekünk ilyen a legfontosabb, mert nekünk ez a legmagasabb szint, de én úgy gondolom, hogy azért illet volna értesíteni bennünket, hogy ezt, hogy nem fognak lejönni, nem fogják megoldani, és innentől kezdve el lehet kezdeni azokat a lépéseket, hogy most ezzel a mérkőzéssel mi lesz, hogy ezt újra kell játszani, vagy elteszük egy másik időpontra, de biztos, hogy nem ez lett volna a megoldás, hogy itt mindenki bejön, mindenki eltölti itt az idejét, és arra várunk, hogy ugyan már mi fog történni. És sajnos ez így alakult, nem örülünk neki, mert mi mérkőzést szeretnünk onnan játszani mindenféleképpen. A hétvégén játszottok majd mérkőzés, mégpedig az Én Lovas Zsíros Akadémia kőbánya ellen. Itt 2 hét szünet után milyen esélyekkel? Budapesten mérkőzés játszani, főleg a Zsíros Akadémia termében, ugye az mindenféleképpen egy óriási nagy kihívás. Tehát ez egy jó csapat, fiatalokra építették, nagyon sok olyan játékos van benne, aki korosztályos válogat is, és ugye ez egy igazán egy agresszív, fizikálisan jól felkészített csapat. Na most itt nekünk megint akkor van esélyünk, hogy a palánk alatt ki tudjuk használni a helyzetünket, és palánk alatt olyan teljesítményt tudunk nyújtani, ami esetleg felül tudja múlni majd az ellenfélnek, a pici gyors embereinek a játékát. 6 klub 7 csapatának részvételével rendezték meg a második Kósa János emléktornát. A Filó foci csarnokban U18-as lány együttesek léptek pályára. Második alkalommal rendezitek meg ezt az emléktornát, egy szomorú esemény, apropó, ugye Kósa János, lehet azt mondani, a Vármegyében női futball atya volt. Ráemlékezünk ezen a rendezvényen. Honnan érkeztek a részvevők, hány csapattal, milyen rendszerben bonyolítjátok ezt a tornát? A megyei bajnokságunkat ugye leányú 18-as korosztályba írtuk ki, itt van a legtöbb egyesület, 9 csapat is, az ő részükre írtuk ki ezt a tornát, és a 9 sportegyesületből 6 jelentkezett, 7 csapattal, hiszen a Balmazújváros az a tavalyi évhez hasonlóan idén is 2 együttest hozott, úgyhogy kettészette a csapatot. Összességében mondhatjuk azt, hogy megyei bajnokság, de ugye van Hajdú-Bihar megyéből pont Balmazújváros, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Cigán, tehát igazából a vármegyei bajnokságunk 3 megyét is felölel. Milyen cipőben jár a Vármegyében a női futball? Mondhatnám azt, hogy már nem gyerekcipőben, talán kiskamasz cipőben, hogyha lehet így fogalmazni. Felnőtt szinten ugyan nincs már bajnokságunk egy jó pár éve, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen több megyei csapatunk is NB-s osztályban szerepel felnőtt szinten, így a legügyesebb lányoknak is van lehetőség megmutatni magukat. Viszont utánpótlás szinten az U18 mellett U16-ban is van egy ilyen tornarendszerű bajnokságunk, és hát nyugodtan mondhatom azt, hogy évről évre egyre erősebb a mezőny, egyre ügyesebbek a lányok, látható az, hogy bárhol a Vármegyében, ahol foglalkoznak lányokat, tényleg foglalkoznak velük, fejlődnek, tudatosság látszik bennük, és nagyon sokan kerülnek fel Budapestre, akár Nyugat-Magyarországra, több korosztályos válogatott is van, úgyhogy elég jó szinten őzik itt a sportágot. Áttérve a férfiakra, lassan elkezdik a vármegyebeli csapatok is a felkészülést. Alacsonyabb osztály, megye 1, megye 2, megye 3. Tornát ugyan nem rendez az igazgatóság, de mivel tudjátok segíteni őket? Van egy olyan focitorna Nyírbátor és Csengeri központtal, ahol ugye a nagypályás csapatok részére, megye 1, megye 2, megye 3-as csapatok részére írták ki az úgynevezett cipőraktár kupa, és ott a játékvezetői küldés, illetve a játékvezetői díj jelentős mértékének az átvállalásával tudjuk támogatni. Ez már ezen a hétvégén elindult a megye első osztályú csapatok részére, és a megye 2-es, megye 3-as csapatok később kapcsolódnak majd be. Kezdődik hamarosan az átigazolási időszak. Milyen szabályok mentén lehet ilyenkor csapatot váltani? Január 15-től február 14-ig tart az amatőr átigazolási időszak, akár labdarúgás, akár futszál, akár férfi, akár női vonalon. Itt a legfontosabb tudni azt, hogy aki játékban volt, tehát aktív labdarúgó, ő csak akkor tud csapatot váltani, hogyha a jelenlegi klubja aláírja az átigazolási lapot, azaz elengedi őt. Holt idény van, de egy sikert már elkönyvelhet a igazgatóság, hiszen volt egy futballtorna játékvezetők részére, ahonnan első helyet értetek haza. Igen, a Sipmester Fesztivál 17. alkalommal rendezték meg, és nyugodtan mondhatom, hogy történelmi győzelmet aratott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye játékvezetői válogatottja, hiszen még sosem nyerték meg ezt a tornát. Most sikerült. 5-6 évvel ezelőtt volt egy második helyünk, volt egy elődöntős helyezésünk, de torna győzelmünk még nem, úgyhogy mindenféleképpen gratulálok a srácoknak, és mindent megmutat, hogy
milyen magabiztosan nyerték meg, hogy a 7 mérkőzésen egyetlen egy gólt se kaptak. Ha már itt vagyunk a Filófozi csarnokban, ez a helyszíne a szövetségkupának, amivel gyakorlatilag lezárjátok a holt idényt, és indul a futballidény, lesz az idén is. Lesz, február végén lesz szövetségkupa, próbálunk ugyanúgy a labdarúgásban, a vármegyei labdarúgásban dolgozókat megszólítani, és egy focitornát szervezni nekik, a sportbarátságokat pedig tovább ápolni. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra.